kettes számú oktató videóban megmutatom nektek, hogy karantén esetén hogyan tudunk madarászni, hogyan tudunk tudományos megfigyelési adathoz jutni. Ehhez a hozzávalók egy megfigyelési pont kialakítása és egy jól betanított őrkutya. Elfoglalom a megfigyelési pontot. A mai kutatásom célja ilyen egyszerű, eldönteni, hogy a gólyafészekben van gólya, vagy nincs gólya. Kutyára azért van szükség, ha elkerülné a figyelmemet, ő hangadással jelezné, hogy megjött a gólya. Hozzávalók, egy távcső, ami az éles látás segíti, egy irányzék, és az első videóból már jól megismert cincéres üveg. Tehát, megfogjuk az irányzékot. Majd felemeljük tekintetünket a gólyafészekre. Jó alaposan megfigyeljük. Majd az irányzékot visszahelyezve rögzítjük az adatlapon a megfigyelés eredményét. A mai napon nem láttam gólyát. Ennyi volt, sziasztok!